Imádkozzunk, testvéreim! Örök életnek, Ura, mindenható Atyánk, köszönjük, hogy tudomásunkra hoztad, készítettél nekünk életet és országot, és bármilyen problémánk támad a jelenvaló világban, mindenre megoldás az, amit Te ígértél, és amit véghez vittél. Fiad által, az Úr Jézus Krisztus által számunkra. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy a zsidókhoz írt levélben szól hozzánk. A 6. részben, a 17., 18. és 19. versekben. Isten igéjét tehát a zsidókhoz írt levélből olvassuk. Ugye, hogy a 6. részben találjuk megírva, a 17., 18. és 19. versekben a következőképpen. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így a két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! A felolvasott igénket azért választottam, mert az utóbbi hetekben, lehet, hogy mondhatnék akár egy-két hónapot is, olyan beszélgető partnereim voltak, akiknek az élete krízisbe jutott. Vagy amiatt, hogy betegek lettek, vagy amiatt, hogy meghalt valaki a közvetlen környezetükben, magányosakká váltak, vagy gyász torzította a lelki állapotukat, vagy valamiféle kudarcba, pénzhiányba kerültek, és azt láttam, testvéreim, hogy szinte mindegyiket a pandémia okozza, ez a nyomorúság, ami rászabadult a világunkra. És a beszélgetésekből kiderült számomra, hogy vannak egyesek, akiket lehet vigasztalni, és vannak mások, akiket nem. Legalábbis az a fajta vigasztalás, amit itt most felolvastam a hívő ember számára, az lepereg róluk. Olyan beszélgető partnerem is volt, aki megsejtette, hogy a Bibliát akarom elővenni, és azt mondta, nehogy már a Bibliát hozza elő. Hát mit gondol, hogy ezzel az írománnyal meg tud engem vigasztalni? Testvéreim, és így van. Ebben a felolvasott igében van három nagyon-nagyon fontos szó, a bátorítás, a reménység és a horgony, ami a hívő embernek nagyon sokat számít, a hitetlennek viszont semmit. És mint ahogy mondtam, lepereg róla. Nagyon sok olyan helyzet lehet a világon, sok minden lehet, ami miatt megrendül az embernek a lelke. És megrendül a hívő ember lelke is, és megrendül a hitetlennek a lelke is. Csak az a helyzet, hogy az egyiknek van vigasztalása, a másiknak pedig nincs. Az egyiknek a vigasztalása az Isten igéje, és itt most nem azokról beszélünk, azokról a részekről a Bibliában, amin vitatkoznak meg. Bibliának vannak olyan üzenetei, amiben nem lehet belekötni, mert az ember lelke most is olyan, mint 3000 vagy 4000 évvel ezelőtt. Ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, éppen úgy megrendülhet a lelkünk, mint ahogy megrendülhetett az Ábrahám lelke, vagy a Dávid lelke, vagy az Aszáf lelke, és így tovább sorolhatnánk. És azok a lelki folyamatok, amik a Bibliában tetten érhetők azoknak az életében,
akikről beszél, akár a közelmúltból, akár a régebbi földön járt hozzánk hasonló embertársunk, mindenképpen azt látjuk, hogy a megrendült lélek az egészen addig, ameddig lesz élet a földön, addig mindig adott lesz. A kérdés az, hogy mi a vigasztalásunk nekünk, akik Isten gyermekei vagyunk, mert mint ahogy mondtam, a hitetlen számára nem nagyon van vigasztalás, és ezt a jelenséget, a hitetlen vigasztalanságát Vörösmarty Mihály az Emberek című versében a következőképpen festette le. Tudjátok, testvéreim, a művészetek, ilyen ugye a vers, ilyen a bármilyen irodalmi alkotás, ezek mindig keresztmetszete az illető társadalom lelkiismeretének. És azt mondja Vörösmarty Mihály az Emberek című versében, nézzétek meg, mit mond az istentelen ember megrendült lelkéről és lelki állapotáról. Azt mondja, istentelen frigy van közted ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, az Isten arcú lény, nincsen remény. És hosszú béke van, az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora, sóvár szemmel néz ég felé, mert haj a föld az nem övé, neki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. És így van, testvéreim, az istentelen ember számára nincs remény. Viszont az istenfélő ember számára az, amit felolvastunk, nagyon-nagyon fontos. Nézzétek, amikor Isten úgy szól hozzánk, úgy üzen nekünk a zsidókhoz írt levélben, azt mondja, hogy Isten mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek. Mi is az ígéret, testvérei? Mit ígért Isten az embernek? Mi az, amit ígér nekünk? Azt mondja sok helyen a Biblia, hogy örökségképpen kapjuk meg az örök életet, és kapjuk meg az országot. Hát, ha egyszer Jézusnak az a neve, hogy a királyok királya és az uraknak ura, hát mondjátok meg, testvéreim, hogy miféle ország lenne az nép nélkül? És a mindenható Isten innen, ebből a világból válogatja a népet. A földi édesanyák szülik azokat, akik polgárai lesznek ennek az országnak, ennek a rendíthetetlen országnak, ahova bemehet még az is, akinek megrendült a lelke, mert tudja, hogy hol keresse a vigasztalást. Csak az istenfélő emberekről beszélek most. Az istentelenek számára nincs remény. Vörösmarty mondta el nálam sokkal ékesebben. Nincs remény az istentelen ember számára. Az istenfélő számára viszont nem csak remény van, hanem bátorítás is, és horgony. Testvérem, a horgony már nagyon sok életet megmentett, amióta feltalálták a hajót meg a bárkát, mert amikor hullámzik a tenger, és amikor hányódna a hajó össze-vissza, ha erősen le tudják horgonyozni, akkor kötődik a tenger aljához, kötődik valami szilárdhoz, és az az ember, akinek megvan rendülve a lelke, az szintén keres a lelkének valamiféle horgonyt, és ezt a horgonyt, testvéreim, mi mindannyian Istenben találjuk meg. Na de, hogy kanyarodjak vissza ahhoz, amiről beszéltem, nagyon nagy biztonságban ülhetünk, várhatjuk az Úr Jézus Krisztus megjelenését, mert Isten, aki az ő fiának országot teremtett, aki nekünk is országot teremtett, ezért mondja majd Jézus az ítéletkor, hogy jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készítetett a világ teremtése óta. Mivel Isten nem egy üres országot akar adni a fiának, hanem olyat, ami tele van polgárokkal, és a földről származnak ezek a polgárok, ahogy az előbb már beszéltem róla. Ha ránk lenne bízva, hogy megteljen ez az ország, soha nem telne meg. Mert ha az üdvösségünket nekünk kellene kimunkálni, hát testvéreim, akkor nagy bajba lennénk mindannyian, és senki sem kivétel alóla. De Isten, akinek úgy tetszett
emlékezzetek az Efézusi levélre délelőtt, Istennek, akinek úgy tetszett, hogy a világ teremtése előtt már kiválogatta ennek az országnak a polgárait, és biztos kézzel viszi őket a dicsőség fele, mert ad nekik örök életet az ígéret alapján, ezt ígérte Isten, és meg is adja, és Jézus is ígéri, és én örök életet adok annak, mondja Jézus, aki hisz, megtölti az országot polgárokkal biztos kézzel, mert rá van bízva az üdvösségünk, nem ránk, hogy átvezet bennünket az akadályokon, a sorompókon, a barikádokon, meg minden félén, amit az ördög emel az útunkba, ez 100%, és bevisz végül abbe az országba. Tehát az ígéret az, hogy örök életet kapunk Jézus Krisztusban, a feltámadás, a Golgota az garantálja, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, a feltámadás pedig garantálja, hogy van az életünknek folytatás. Van egy olyan mondat, amit jó, ha megszívlelünk, testvéreim. Ez az élet, ugye volt egyszer egy olyan beszélgető partnerem, aki azt mondta, hogy ezek a bibliai dolgok azért nem biztosak, azt mondja, mert ezeket nem lehet igazolni kísérletekkel. Hát mondom, tudja mit? Az ember életét sem lehet igazolni kísérletekkel, mert az én életem egyetlen élet, és nem lehet megismételni. Az élet mindenkinek az élete egy olyan tapasztalat, ami megismételhetetlen, de hála az Úrnak folytatható, és ez a lényeg. Megismételni nem lehet, de folytatni igen. Mikor elmúlik a 70-80 év, az első része ennek az életnek itt lent, akkor következik a második rész, az örök élet, amit Isten megígért, benne van az ő ígéretében, az örök élet és az örök haza, amit megígért nekünk. Nos, a megrendült léleknek, testvéreim, ez a reménysége. És azt mondja a felolvasott igény, figyeljétek meg, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekülünk, hogy belekapaszkodjunk ebbe a bizonyosságba. Én megfogom a megrendült lelkemnek, mit tudom én, miért rendült meg a lelkem? Kudarc miatt, a saját egészségem miatt, kórházi ágyba kerültem, lélegeztetőgépre kerültem, meghalt a hozzátartozom, magányos lettem. Mit tudom én, mi miatt megrendült a lelkem? A lelkemnek ebben a megrendülésében keresek valamiféle biztos pontot. És akkor fogom magam és az én lelkemnek a horgonyát, kidobom még hozzá. Hova dobom, figyeljétek meg, mert nem akárhova lehet dobálni. Azt mondja, ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, ez a reménység, az örök élet és az örök hazának a reménysége. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, és a kárpit mögött Isten van maga, az ő gyönyörűséges személye, aki ül az örökké való trónon, és ez a trón mozdíthatatlan. Na, addig dobhatom én az én lelkemnek a horgonyát az imádság által. Az imádság által. Atyám, megrendült a lelkem, légy irgalmas nekem, nyomorultnak. Atyám, megrendült a lelkem, vigasztalj meg engem. És az én imádságom behatol, mivel ott van Jézus Krisztus, aki közben járó Isten és ember között. Ott van a Szentlélek, aki átalakítja a mi gyarló imádságunkat, hogy elfogadható legyen Isten előtt. Behatol az én nyomorult emberem, az én, mint nyomorult ember vagyok, behatol az én nyomorult imádságom, behatol a kárpiton túl, és belekapaszkodik az Isten rendíthetetlen trónjába. Micsoda kiváltság, testvéreim, micsoda vigasztalás, micsoda szépség ebben a mindenféle időben, ahol megrendül a hívő is, megrendül a hitetlen is. Csak a hívőnek van vigasztalása. A hívőnek van reménysége. A hívőnek van biztatása. És a hívőnek van horgonya. A reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, mondja a zsidókhoz írt levél, amely behatol a kárpit mögé. Tudjátok, hogy miért tud behatolni a kárpit mögé? Mert amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, akkor a templom kárpitjával mi lett? Meghasadt. Mindegy, bemutatta azt,
hogy mostantól kezdve bárkinek, aki a Jézus Krisztus áldozatára hivatkozik, bejárása van Istenhez. Ezért hatol be a lelkünknek ez a elképzelt horgonya. Valóságos az, de mi nem tudjuk, hogy képzeljük el. Az imádságunk által behatol a kárpit mögé, és nagyon biztos pontra rögzül, és onnan kezdve nyugalmat adhat nekünk. Testvéreim, azon csodálkozom, hogy ezt így egybelátva mi értjük, hogy miről van szó. De Aszáf például, hogy írhatott olyat körülbelül 3000 évvel ezelőtt, mint amit most felolvasok. Akik ismerik a Bibliát, tudják, a 73. Zsoltárban Aszáf a következőképpen nyilatkozik. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Ezt pont erről beszélünk, testvéreim. Ugye, hogy jól mondtam, amikor kezdtem az igehirdetést, hogy az ember lehet, hogy 3000 évvel ezelőtt élt, lehet, hogy 4-gyel, de a lelki folyamatok benne ugyanolyanok, mint a mostani emberben. És ez a Biblia, aki beszélt ezelőtt 3 évvel is az Isten igéje, mert nem ez a Biblia volt, az Isten igéje, Isten meg tudta szólítani Ábrahámot is, meg tudta szólítani Aszáfot is, meg tudta szólítani Salamont is, sorolhatnánk éjfélig, meg tudta szólítani azokat is, meg tudta szólítani a nagyapáinkat is, és bennünket is meg tud szólítani. És biztat, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. És azt mondja, hogy 2 változhatatlan tény által Isten megerősít bennünket, még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy nagyon komolyan gondolta, amit mondott. Na mi ez a 2 változhatatlan tény? Az ígéret, Isten megígérte, és az eskü, Isten megesküdött. És nem esküdhet nagyobbra saját magánál, azt mondja, magamra esküszöm. És nézzétek, milyen szépen jön össze ez az egész, amikor úgy olvassuk, hogy azt mondja, az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, még teljesebben akarta Isten megmutatni, ezért esküvel vállalt kezességet. Tehát Isten ígérete és az ő esküje, testvéreim, egyszerűen lefegyverez bennünket, helyrehoz bennünket, bátorít bennünket, talpra állít bennünket, helyes viszonyba helyez bennünket Istennel és a jövővel, ami vár ránk, mert Isten megígérte, megesküdött rá, hogy biztos és erős vigasztalásunk van azáltal, hogy az ígéret tartalmazza, még egyszer mondom, az örök életet és az örök hazát. Testvéreim, nem tudjuk, hogy következő vasárnapon, vagy a következő hónap 3. vasárnapján találkozunk-e még, de egyet biztosan tudunk, az ő országában igen. Ott igen. Azért, mert az erős horgonyunkat, azt oda vetettük a kárpit mögé, mert megtehettük Jézus Krisztus által. Amen. 516. Mindenütt csak Jézussal biztosan éltek. Első és második verseit.
mesteremmel, tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyoma a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem. Minden nap ott leszel velem. S most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen, elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Amen. Reménységem. Én nem tudom, kinek mit jelent ez. Nekem nyugodt otthon a falubában, a viharban mindig menedéke, csillagot a sötét éjszakában. Én nem tudom, ki hogyan lát téged, nekem a lét vagy, és az életem, vad éjszakák, vad a rejtekében, nem látom a kezed, csak érzem. Szegény volnék, ha nem tudnám, hogy vagy, hogy kezedben van ez a nagyvilág, mindenkié vagy, így az enyém is, a lelkemen nem volt senki más. Mert az ember nem akárt is egzi, aki csak jött, és elmegy céltalan, egy épület is úgy van, ha építi, pedig nincsen lelke, csak célja van. Felséges szép méltóságos érzés, fiadnak menni élő Istenem, megújulni minden nap te benned, ez nem foghatja fel az értelem. Nincs olyan szó, mivel leírhatnám, a nagyságot csodálatos voltál, nincsen oly szív, mely méltó lehet, de építeni számodra egy voltál. Nincsen nem annak az érzésre, ami hozzád köt, mert nem is lehet. Lélteti lelkem a boldog reménység, hogy találkozni fogok majd vele. Amen. Amen. Az elcsütő könyve, az elcsütő régi tanulmányos könyve, e könyv, melyet láttok mostanok ezekbe. És ha most kinyitom e könyv első lapját, látom a kezdetnek csoda alkotását. Ha tovább forgatom e könyvnek lapjait, látom meg Istennek műalkotásait. Csodának tűnik fel előttem az ember, ha most széjjel nézek, úgy látom, mint tenger. Paradicsom, melyről már oly sokat hallottam, amire idáig is sokat gondolkoztam. Magam elé képzelve az első pár embert, gondolva az talán, hogy most többet szenved. Igen, mert a szenvedés az életiskolája, enélkül az ember de keveset tudna. De hogyha szenvedés jutott osztály részül, soha ne feledjük, hogy Jézussal repülünk, mert mikor legnagyobb, mi nálunk a szükség, honnan nem is várjuk, onnan jön segítség. Kedves testvérem, ha te bánatos vagy, számodra a nyomorúság elviselhetetlen nagy. Keresd meg egy könyvet, és ne feledd sosem. Szomorúság közt is advigatsz részletre. Biblia ez, amelynek már 2000 éve
majdnem minden háznál megvan már érkezve. Igaz, hogy sok helyen már egész megavult, de sok helyen még talán használatos volt. Azt is hallottam már, hogy szegény biblia valamelyik sarokba oda volt szorítva. De fordul az élet, és jönnek a próbák. Hiszitek én, hogy próba közt ez édesenyhetet, ez örömhír részedre, az evangélium tövés bokrok közt is, ez fehér lilium. Bejárja az egész földet az Ócsó Biblia, ide is elérkezett az öröm számodra. És ha még nem vettél egy ilyen Bibliát, törekedj rá, nézd és vedd mintáját. Ha Isten békélek a szívemet, úgy túlhat vihatnál. Végezetül pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme, mennyei Atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Amen. Az Úr közel.